Az ügyvéd a 2000-es évek elejétől kezdve sok bűnözőt védett, így megismerte a különböző bűncselekmények elkövetési módját és azokat a módszereket, amelyekkel a büntető eljárások sikere meghiúsítható. Ezeket az információkat felhasználva búsás anyagi haszon reményében bűnszervezetet épített ki. A vállalkozásként működő szervezetnek cégek eltüntetése, vagyon elleni bűncselekmények és cigarettacsempészet mellett prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények is a számlájára írhatók. Emellett a megindult büntető eljárásokat például hamis bizonyítékokkal, hamis tanúvallomásokkal és hamis okiratokkal igyekeztek hátráltatni. Az ügyvédnek a bűnszervezet zavartalan működése érdekében arra is volt gondja, hogy az eljáró nyomozókat, ügyészeket feljelentgesse, vagy vesztegetés látszatának keltésével alaptalan elfogultsági bejelentésekkel próbálja elérni, hogy az eljárásokra más hatóságokat jelöljenek ki. Ezzel azt akarta elkerülni, hogy a szervezet jelleg és az állandósult elkövetői kör feltűnjön a hatóságoknak. Miután a bűnszervezetet irányító ügyvéd védőként megismerte, hogy a fiktív cégátruházások milyen nagy haszonnal kecsegtetnek, elhatározta, hogy szervezetten tesz eleget a cég tulajdonosok ilyen igényeinek. Ehhez ukrán bukó embereket, illetve fiktív magyarországi székhelyeket biztosított, mindezért pedig cégenként legalább 500 ezer és 1 millió forint körüli összeget kért. Az ukránok, tehát azok az emberek, akik valójában a személyes adataikat adták az illegális cégátruházásokhoz, tehát a strómanok 50 ezer forintot kaptak mindezért. Az üzletszerű szolgáltatás országszerte elhíresült, még Budapestről is kapott az ügyvéd úr megrendeléseket. Ennek ugye a legfőbb oka az volt, hogy így mentették ki a cégek még meglévő vagyonát a tulajdonosaik közvetlenül a felszámolási eljárás előtt vagy annak közelében. Mindezzel pedig nyilvánvalóan az ügyvezetők meghiúsították a bejelentett hitelező igények kielégítését. Ezzel a módszerrel még azt a láttatot is keltették, hogy a cégeknek nem csak a vagyona, hanem a számvitel irata is az ukrán ügyvezetőhöz került, így pedig leplezni tudták az egyéb bűncselekmények, mint például a bírsággal járó szabálytalanságok elkövetését is. Eddig adatok szerint összesen 48 céget fantomizáltak, a 48 cég közül pedig 5 esetében állapítható meg a csődbűncselekmény büntetének elkövetése. A pénzügyi nyomozók 15 embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük a nyíregyházi ügyvédet és két segítőjét. Hármójukat őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat. A nyomozás közokirathamisítás és csődbűncselekmény miatt folyik.